14. percben, tehát kisvárdai szabadrúgás. Kravchenko csúsztat, ott a lehetőség, gól! Vezet a hazai együttes, hát Kanasztyuk kivárt ezzel, majdnem a gólvonalig vezette. Na nézzük, hogy kikotolta be végül. Kravchenko csúsztat, és valóban Gosztonyi az, aki egészen közelről betessékeli a kapuba. A gólvonalról gyakorlatilag. Kovácsit és Kravchenkót is dicsérni kell. Meg Gosztonyit, aki szentélyes volt.